Idén két helyen ünnepeljük október 23-át Füzesabonyban. A délelőtt folyamán kerül átadásra a Kezek című emlékoszlop a város északi részén, valamint második alkalommal rendezi meg a város a helyi értéktárnapot. A délután a művelődési házban kerül sor a díszpolgári címek átadására. Az előző évekhez képest az idén más helyszínen rendezik meg a városi 56-os megemlékezést. Kezek című Széri Varga Géza alkotást fogjuk október 23-án elsőként átadni, illetve leleplezni. Ezzel a új büszkeségponttal itt a telepi részen is lehetőség lett arra, hogy a 48-as emlékmű, illetve ez az új szobor, és ennek a környezete egy kicsit rendezettebbé váljon, és az önkormányzat hosszabb távú tervei között szerepel, hogy itt egy úgynevezett szabadságtér, egy közösségi tér kerüljön kialakításra. Ezen kívül a programok sorába a következő a futabony lesz, a futabony rajt, ami rendhagyó módon az idén itt a telepen kerül megrendezésre, ugyanazokkal a feltételekkel, mint ahogy a régi megszokott helyszínen volt. A Füzesabony önkormányzata nyert egy pályázatot, egy úgynevezett Hungarikum pályázatot, amely a lehetőséget ad arra, hogy a második füzesabonyi értéktárnap megrendezésre kerüljön. Ennek a helyszíne a városi sportcsarnok lesz. Erre az értéktárnapra meghívást kaptak a környező települések, illetve helyi értéket képviselő szervezetek. Valamint szinte már hagyomány, hogy a város rendezvényein képviselteti magát a testvértelepülési Zabola, ők ugyancsak részt fognak venni ezen az eseményen. Bemutatkoznak helyi civil szervezetek, az ő tevékenységüket nézhetik, megpróbálhatják ki a kilátogatók, valamint a környező települések mutatják be helyi értékeiket. Ezekben természetesen helyet kap a gasztronómia is, tehát jellegzetes füzesabonyi, jellegzetes környező települések ételeit kóstolhatják meg a kilátogatók. Délután 5 órától a művelődési központban folytatódik az ünnepség, ahol átadják az idei díszpolgári és próbadíjakat is.